A sajtótájékoztató helyszínéül a zántai városháza dísztermét határozták meg, de mivel az ottani illetékesek ezt nem engedélyezték, a városháza előtt mondták el véleményüket a Felsőhegyi Helyi Közösség tanácsának feloszlatásáról. Magára hagyta teljesen a falu vezetősége a lakosokat, és ennek szeretnénk már véget vetni, mert mi civil szervezetek ott Felsőhegyen bebizonyítottuk, hogy bizonyos összefogással, ha mink megszólítjuk felülről a polgárokat, vagy bármit, akkor el tudunk bármit is érni, pénz vagy anyag. Eszközök nélkül, mert az emberek mellénk állnak, összefognak. Zsíros Jankelit Janikó, a Demokrata Párt zentai frakció vezetője elmondta, hogy a törvény értelmében a községi képviselőtestület vezetőségének kötelessége felülvizsgálni a helyzetet, illetve indokolt esetben kiírni a helyi közösségi választásokat. Itt 3 hónapon belül nem hívnak össze üléseket, hogy nem értesítik a nyilvánosságot a helyi közösségi tanácsának az üléseiről, a meghozott döntésekről, hogyha nem vitatják meg a helyi közösségnek a pénzügyi tervét, pénzügyi jelentését, a fejlesztési terveket, akkor ez már egy komoly probléma, és egy nagyon komoly kommunikációs problémára utal a helyi közösség elnöke, illetve a polgárok között. A sajtótájékoztatón elhangzott, hogy a megmozdulás pártmentes. Amikor azt mondták a felsőhegyi emberek, hogy ez pártmentes, és a pártok nem vesznek részt a szervezésbe és az irányításba, és nem ők találták ki, akkor én is ezt mondom, hogy ez így igaz. Attól függetlenül, hogy mi, mint frakcióvezetők vagy pártok kiállunk mellettük, ettől ez a kijelentés még teljes mértékben igaz. Zsoldos Ferenc, a Magyar Mozgalom és a VMDK zentai frakció vezetője hozzáfűzte, hogy ha a következő községi képviselőtestületi ülésen nem tűzik napirendre a felsőhegyi választás ügyét, akkor az ellenzéki képviselők hívnak össze egy ülést erre a témára.